Mécsesekkel és virágokkal is megemlékezünk szeretteinkről halottak napján. Idén is széles választék várja a vásárlókat a virágárusoknál. A pók és gömbkrizantémok mellett a klementinek is egyre népszerűbbé válnak a hozzátartozók körében. Kis Katalin virágkötő elmondta, a szálas növényeken túl a koszorúkat is kedvelik a vásárlók. Koszorúkat is nagyon-nagyon szeretik, ugye a száraz koszorúk is vannak polifonvirággal, vagy éppen szárazvirággal. Ez teljesen mérettől függetlenül, virágtól függetlenül mindent nagyon szeretnek. Még az élővirágos koszorúk is nagyon népszerűek ilyenkor. Tálakat szoktunk csinálni, ugyanúgy krizantémból, fenyő alappal, az is mindenféle mérettől, egészen a 40 centistől a méteresig, hát az is attól függ, hogy kívánják. A mécsesek kínálata is igen szerteágazó. Pár száz forintostól egészen az 1000 forintosig válogathatunk a különböző színű és méretűek közül. Ezen kívül találkozhatunk már LED égős változattal is, de természetesen a hagyományos örökégők is megtalálhatóak a boltok polcain. Minőségi javulásokat mutatja az, hogy az előző években megvásárolt terméket új mécses betétek beszerzésével ismét kihelyezhetjük a síremlékre. A virágárusok reggel 7-től este 10-ig várják a vásárlókat, és november 1-én is nyitva tartanak. A temetőkben pedig október 30-ától november 2-áig reggel 7-től este 9-ig meghosszabbított nyitvatartással várják a hozzátartozókat. A hétvégén előreláthatóan forgalmi rendváltozás nem várható, a közlekedést a temetők közelében polgárőrök segítik.